Hello, fiúk, lányok! Eljött a mai napi túravezetésünk. Dragon 10 rejtelmei, húristenem! Hát, Lumpiri kertje bizony tartogat nekünk egy-két meglepetést. Mint látható, normál 400 tikettes Conquest mérkőzésünk lesz, és látható, hogy 3v4 küzdelem vette kezdetét. Igen, 3v4. Ne izguljatok, a végére már hemzsegni fogunk, mint a sáskák, de egyelőre még így megy a játék. Azért is így ennek a szervernek kezdtem neki, mert egyrészt már baromi nehéz volt úgy felmenni egy szerverre, hogy pont elkapjam a kör elejét és kör végét is. Na mindegy. Úgyhogy hát így egy ilyen kis létszámú szerveren sikerült mennem ezt a felvételt, de egész jó kis összecsapás kerekedett végül belőle. Befoglaltuk itt ezt a drága jó C pontot, és már is a D felé vettük az irányt, ugyanis itt vannak még az ellenségek. Jaj, hát nem lesz egyszerű a játék, de amúgy azért is választottam ezt a kevés létszámú szervet, mert ilyenkor azért nem lagol. Annyira nem kell szenvedni azért, hogy most állítsak a networkön, ilyenkor jó, sokkal jobban és stabilabban megy a játék. Szerintem a nagy létszámtól van ez az egész a BF4-es mizéria. De majd kiderül, és meghal. Azt hittem pedig, hogy megölöm. De még csak kill assistot se adott, adott? Ja, faszt ugye, na mindegy. Na, fel kéne menni itt a tetőre, ugyanis innen tök jó be lehet lőni a D-t, és itt ezen az építkezés tetején megtalálható egy ilyen pálya fegyver, egy ilyen aknavető, meg hát itt ez a géppuska. Ime. Ó, és ott az ellenség, ohó. Na nézzük, nézzük, nézzük. Jó, van egyel sikerült végezni. Na, ez idáig egy jó kezdet. Az a gáz, hogy én nem tudom, ezzel lehet pontosan célozni, nekem én annyira pontosan sose tudtam. Mindegy, megpróbáljuk ezzel a gránát vetővel elrettenteni az ujjam. Ezzel még annyira nem tudok célozni. Nem tudom, mennyire kell fölélőni ebben. Na mindegy. A sűrű még sose használtam. Azt mondja, ó, tudtam olyan, hogy kidugja az orszínfáját. Tudtam én, az is megvan, jó van. Két úriemberrel sikerült végezni, viszont a kontrollpontjaink száma erősen megfogyatkozott. Ugyanis mind a, hát vagy az A, B és a D még mindig enemi kézen van. Nyugodtan vettem. Na igen, ez mit robban föl? Erre még nem jöttem rá. Tehát valami fel fog robbanni, de hogy micsoda és mikor? De hogy ez mire jó? Mindenesetre most jön ide egy úriember, vagy nem? Na oké, most felrobbantottuk valamit, ez 100%. Ott bujkál egy illető fickó. Na, nagyon nem dugja ki az orcimpáját, de hogy a francba tud ebből a távolságból így célozni, mikor én alig bírok rá se venni. Nem baj, lényeg, hogy tudom magam visszatölteni, úgyhogy nagy tragédia nem fog. Ó, és a kedves kollégál is intézte, sportbónusz. Mi? Csak sportbónusz? Az igen. Na jó van, a C-t meg kéne tartani, a D az elkezdett villogni, magyarán a többiek húzzák, és már is jön egy ellenség, vagy kettő darab ellenség ide a C-re. Na, velük valahogy fel kéne venni a kontaktot, csak még magam sem tudom, hogy hogy és miként. Lehet, hogy itt fel kéne menni. Igen, elkezdett villogni a C, tuti bebújtak valami izé helyre. Felülről nyilván meg nem számítanak rám, de hát majd mindjárt kiderül. Ó, és lejtő elnyőzött a Ganef. Na hát, hogy makkanj meg. Na, na, hol vagy, hol vagy? Ott van. Az megvan, az meg pisztolja a pisztolja. De még csak be se villant. És lelőtt oldalról. Ah, már 4v4. Kiegyenlítődött a küzdelem, nem vagyunk hátrányba. Hol, pedig új kihívás lett volna. Na mindegy, az állásilag 354 tiket a miaunkra, és 392 a kínaiak javára, úgyhogy nekik áll egyelőre minden, amit el lehet képzelni. Hát csak az a kérdés, hogy nekünk mikor, és hogy fogja adni a kép. Már is jövök ide az ára. Ami sokkal jobb, hogyha kisebb létszámú, legalábbis én jobban szeretek kevesebb létszámú mérkőzéseken részt venni, mert sokkal taktikusabb, jobban át kell gondolni, hogy az ember mit csinál, jó, mondjuk nem annyira drasztikus a helyzet, mert azért nyilván nem fogunk tömegeket lemészárolni. Na, itt is felrobbantok valamit, de hogy tudnám, hogy hol? Nem is robban. De, most robbant van. De hol robban? Egy gomba felhőt látnék, vagy valami. Na, mindegy. Ah, hátul robban. De miért ott? Na, mindegy.
Jaj. Elkezdtük húzni az át, és a dolgok jelenlegi állása szerint ezt a művelete sikerre végre is fogjuk hajtani. Na, segítségem is van, úgyhogy nagy gond nem lesz. Hát, úgy az át sikeresen befoglaljuk. Ó, hát ezt még kikkelni is akarnak valakit. Á, ezek az enemik, és kis kikkelték. Öcsi. Már megint ember hátrányban vagyunk. Ah. Kettő-kettő kontrollpont, és most menni kéne a célra. Tudja, hogy lesz itt valahol egy fickó. Ott, mintha láttam is volna. Jól láttam, nem jól láttam, mit tudom én. Ó, és ott van, hajd meg, hajd. Megint esélyre öltem. De miért van az, hogy a tök egyértelmű áldozatokat sose bírom eltalálni, másokat meg tök random mód így halomra lövök? Ez egy rejtély számon, amint esetre a C-t elkezdtük húzni, hát az ellenfél meg a B-t. Hát ez mind szép és jó, csak így tényleg elég sokáig el fog tartani itt a mission. Egy részről, más részről, meg hát valahogy fordítanunk kéne, mert jelenleg ők vezetnek. Ó, megölték a kedves pajtást. Oké. Ó, azt a pajtást is megölték. Áááá, hajj meg! Ó, persze, a bulldog az mindent visz. Na, na talán most. És most is jövesztem rá, és még 35, és megint a bulldog ölt. Há. Ezt a bulldogot kurvára eltúlozták már, véleményem szerint, nem tudom. Gondolod, úgy volt vele a DICE, hogy jó, adunk ezzel a noob-oknak egy fegyvert, hogy ezzel is tudjanak gyilkolni. Jó, persze mondom, hogy ezért a noob-nak is, vagyis ezért a bulldognak is van ellenszere, de azért egy kicsit horribilis, hogy pár lövés után már mindenki holtan terül elé, meg itt pöttyögök az Ace 23-asommal, ami az elején az egyik legjobb fegyó volt, és kb. Most ilyen középszintű akármilyen fegyverré süllyedt. És csak hitelni tudok vele, tessék nézzük. 69%, az alig sebeztem rá. Na mindegy. Aj, megpróbálom megtartani a hideg véremet. Hát, még mindig szarban vagyunk, fiúk, lányok. Egyetlen egy pont van a mi kezünkön, a BCD az meg az enemy kezén, úgyhogy és rohamosan csökkent továbbra is a tikettünk, de most a B-t ezt megpróbáljuk befoglalni. Ennél a kontrollpontnál mindig itt általában ezen a bokros résznél szoktam itt megbújni, mert itt azért elég jól be lehet látni a területet, benne vagyunk a húzózónában, és nagyjából még fedezékben is vagyunk, meg a bokroktól nehezebben veszek észre minket. Persze van még itt jó pár hely, ahol be lehet bújni, de nekem ez a legnépszerűbb. Na nézzük, ó, és már 3 vs 3, huhú, nem vagyunk ember hátrányba. És sikerült beszürkíteni a B-t, ez idáig jó jel, tehát ez hát az meg az ellenség húzza, úgyhogy még mindig nem vagyok kisegítve semmivel. És még nem állt meg a csík, de már közeledik is az enemény, egy áldozat. Ára sikerült ráhitelni, na végre most már Ace 23-mal is tudok aprítani. Jó, ez is sikerült. Jó, befoglaltuk a B-t. Na, eddig jók vagyunk, és még egy úriembernek kell lennie valahol, és gyanítom, ő volt az án. Úgyhogy én most megyek szépen a C-re vagy a D-re, de melyikre kéne menni? Próbálkozunk meg a D-vel. Jaj, ó, és most mi vagyunk ember előnyben. Micsoda váratlan fordulat, ha! Szerencsétlen enemi, mihez fog kezdeni ezután? Ó, ez mi a túró volt? Ó, ezt lelőttek onnan fentről. Bulldoggal már megint, de érdekes mód, én bulldoggal nem tudok messzire lőni, ez meg kilométerek lelő vele. Ja, és még csak úgy komolyabb izés is beállítva. Na, na. Még mindig itt lesz valami. Ó, és közben egy sípa puffogtat. Minimapon lehet látni az illetőt. Egyén, nem hiszem, egy lövéssel megölt a nyomvat. Nem van legalább a társamat úgy néz ki, hogy nagyjából sikerült feléleszteni, nem tudom, hogy a másik gyerek sikerült-e, nem. C-t be fogják foglalni. Nem baj. Lehet, hogy a jetskivel. Ezen a pályán úgy, ahogy van értelme a jetskinek. Jó, mondjuk olyan sok nincs, mert azon kívül, hogy közlekedsz vele, semmire sem jó. De ha nagyon gyorsra kell venni a figurát, akkor a legeslegjobb helyváltoztatásra a jetski. Mondjuk az a gáz, hogy a csatornák az meg nagyjából a nyílterep kellős közepén megtalálhatók, úgyhogy ha jó esélye, hogy átvágsz valamelyik csatornán, és mondjuk ilyen nagyobb létszámú szerverem vagy fönt, akkor számíts rá, hogy 5 méteren belül golyó repül a fejedbe. Jajjaj, B-t elkezdték húzni, hát még folyamatosan tartják az előnyöket, és valahogy ezt el kéne intéznünk, hogy megforduljon az állás. Hát a B-t valahogy be kellett volna valakinek védeni, de hát ez nem következett be.
Mindenesetre így a konzolpontokat mindig ide-oda cserélgetjük egymás között. Mondjuk más nem ez a scoresból jól jön, mert hát így folyamatosan szedjük össze magunknak a scores-t. Mondjuk ha egy kicsit több ellenfél lenne, lehet meg, akkor jobban is menne a dolog. B mondjuk a szürke, úgyhogy nem tudom mit csinálnak a fiúk, de még annyira nem csinálják jól. Hát most befoglalták, úgyhogy én meg gyors ütemben idejöttem a célra, aztán vagy jó lesz, vagy nem. Ja, nézzük, elkezdték húzni a D-t. Talán a többiek megpróbálják bevédeni, úgy van, jövök ide a célra. Aj, annyira nem egyszerű ez a játék, kérem szépen, itt inkább a türelemre kell menni. Jaj. Amúgy ez egy infantry pálya, úgyhogy járműre ne is nagyon számítsatok, hanem Jetskin kívül, meg quadon kívül semmi nincs. De még nem is értem, hogy miért kell erőltetni az ilyen pályákat, mert már azt mondom, volt épp elég, vagy mit tudom én, legalább egy lavot beraktak volna, már még akkor sokat is mondtam. Vagy mit tudom, egy jeepet, na, már egy jeeppel el lennék szállva a gyönyörtől. Ó, és elvesztették a control pontjaik, a sikerült bevédeni a D-t, valaki behúzta, vagy beszürkítette a B-t. Mert mi most befoglaltuk a célt, úgyhogy... Na! Eljött a váratlan fordulat, amire már ennyire ideje várok. Gyerekek, nincsen pontja az ellenfélnek, úgyhogy muszáj a pénzről leszpanolni. És hogyha most ide tudunk gyors ütemben jönni a D-re és bevédeni azt, akkor talán még be is répázhatjuk őket. Bizony, ilyenek ezek. De hát befoglalták a D-t, úgyhogy nekünk itt most aktivizálni kell lesz magunkat jó erővel. Na nézzük. Ellenfél. Hát elkezdtük húzni a zászlót, de még jelenleg sehol senki. Aj. Mert ez könnyű szerel. Visszaszereztük, ez idáig jó. 4 vs 4. És most kezdett el villogni a B magyarán. Ó, pedig azt hittem takarásba vagyok. Na mindegy. Meg szerencsé, hogy itt vannak a kollégák, így hát igen, nem marad sokáig életben az úriember. Menni kéne a B-re akkor. Itt is vagyunk, talán meg tudjuk védeni. Az a jó, hogyha ebbe egy ember húzza a zászlót, bőven marad annyi időt, hogy lejöjj és megpróbál bevédeni. Na igen, ezért mondtam, hogy jó a bokorba elbújni, mert baromira nem látott, hol van a fickó, és így jó eséllyel ő nyír ki téged, igen. Jó, mondjuk 5 HP-ja maradt a srácnak, úgyhogy örülök is magamnak. Na, akkor megyünk a C-re, a B-t azt már úgyse tudjuk megtartani. És rohamosan elkezdett fogyni a tiketjük, úgyhogy tetszik. Hát csak arra kéne rájönnöm, hogy hol van a fickó? Az, hogy ez már meghalt jól. Úgy néz ki, hogy tényleg ez az egy volt itt. Ja, és most én kerültem ugyanabba a slamasztikába. Itt vagyok egy magányosan, egy kontrollponton, és senki nincs, aki szórakoztatna. Viszont elfoglaltuk, jó van. Figyelem a piros háromszöget, és már is jön egy életű úriember. Valahol itt fog feltűnni. Nézzük. Nyomok egy gránátot, igen. Ó, egy csodálatos szép. Ó, double kill. És még mindig van itt, mindig van egy. Áj, de hanyan vagytok? 50 HP. Ez az, tudta. Jó van. Hú. Hát, még most se kezdem zseniálisan a kör, de hát na. Nem is úgy fogom befejezni. Na igen, most Jetskivel megéri majd elmenni ide. Áj, te csávó! Azt megöltem magam. De ez hogy? Hát oldalt ugrottam le, nem előtte. Már megint ez a játék, ha kikészít idegileg, komolyan mondom. Na jó, akkor is megyünk, nem be kéne védeni. A D-t, C-t, hol spanoltam le. Ja, igen, már jönni fognak ára, úgyhogy megpróbáljuk őket megakadályozni az idevaló eljutásba. Hát a D-t azt hagyom már. Már egyszerre nem tudok sajnos mindenütt ott lenni. Viszont a B-t azt meg a többiek betámadták, én meg spotolom az ott található úriembereket. Egy kicsit hitelgetek rájuk, hát ha jó lesz. Na nézzük. Ó, itt még mindig ott van. De nem hiszem, nem bírom megölni. Na. Beszürkült a B. A D-t azt még mindig védi valaki, vagy egy ember húzza. Na, végre tudtam egyet tölni. Hát ez igazi művészet volt. Állj gránát, rettegjen meg. Na. Ó, sikerült ezzel is végezni. Jó van.
És az összes pontot befoglaltuk. Azt az eget, de jók vagyunk. Na, de még mindig itt van egy úriember valahol. Csak rá kéne jönnöm, hogy hol bujkál megint itt a bokorba. Hát az valaki ideugrott. Nem baj. Sikerült vele végezni, csak azok mondta, hogy ő is végzett én velem, úgyhogy annyira nem szép a történet. És még fel is élesztették. Honnan a francból jönnek ezek? Tudod, lehelyeztek valahol egy mobil spam pontot, vagy nem tudom. Na, akkor is jövünk bevédeni a B-t. Hát mondja, ott megint sikerült egy úriemberrel végezni, jó. Húzzuk vissza. Oh. Egy gránát. Gyerünk. Oh, ez az, csodálatos. Sikerült végezni az illetővel, de még mindig vannak egységem. Ezek nem akarnak elfogyni véletlen. Ó, oh, és ott van. Na, oké, okay, már csak egy ember. Gyerünk. Hol vagy? Hát, ez fucker. Na, végre. Lenyírta. Tű, de nehéz volt. Ó, oh, és most valaki volt hajlandó, olyan szíves engem is feléleszteni, és egy... Ó, oh, ott egy mabbal próbáltak minket felderíteni. Tudnám, mire volt ez, jó? Még továbbra is 4v4 az összecsapás, és jelenleg 294 tiket a miaunkra, és 223 az ellenfél oldalán. És rohamosabb csökken, mivel az összes pont a mi kezünkön van. Már csak az a kérdés, hogy ott van, próbálok spotolni. Na, ezt sikerült megölni. Próbálom magam visszatápolni, de már elkezdték húzni a D-t. Ez hogy került ide? Mögém. Még jó, hogy megint nem késeltek le, hát komolyan mondom. Ott az pisztolyjal operál, az. Nem baj, továbbra is tartjuk magunkat. Hajj meg, az hülye gránát. Nem hiszem el. De hogy ezek hogy nem fogynak ki soha a lőszerből? Én állandóan kifogyok még minden gránátból, golyóból, még a pisztolygolyóból is volt, hogy kifogytam egyszer. És ezek meg ontják magukból az amót. Na mindegy. Eljöttem ide a C-re, mert szerintem itt a B-re nem fognak tudni elmenni, úgyhogy próbálnak majd jönni a C-re. Úgyhogy megpróbálom itt egy kicsit új szemmel tartani a dolgokat. Hát az egy pontjuk van, akkor is nekünk a legjobb, már nekünk három van. Már csak az a kérdés, hogy hogy alakul tovább a helyzet. Nézzük. Hát, úgy néz ki, hogy nem nyomulnak ki a D-ről, úgyhogy szépen oda sutyogok én is, befoglaljuk a többiekkel. Csak az a kérdés, hogy mennyire fogjuk ezt jól kivitelezni. Hát lemészárolták a többieket, úgyhogy ketten vagyunk még itt. Egy halál, jó van. Nem dugom ki az orcimpámat, mert még vannak. Egy halál. Oh! Az a baj, ez egy kicsit sok volt, nem baj, azt a fickót is elintézték. Hát, ha feltápáztatnak. De nem, visszatértek, befoglalják a D-t, nem áll. Ó, meg tudok jönni a D-re, még tudok jönni. Azt az eget nyilvani, kérem szépen. Talán életben maradok még egy kis ideig, egy halál. Még egy halál, oh, hát jó van. Megy ez. Még van itt egy fickó, még mindig a minimapot kell lesni. Ennek a játéknak a trükkje az, hogy egyfolytában lesd a minimapot. Jó van, ezt is sikerült bevédeni. Kis medik pak. És megint egy double kill. Jó van, fel kéne tápáztatni a többieket. Jó, ez sikerült. És sikerült megszerezni a D-pont fölött az uralmat, és hatalmas. És a passzív védekezésnek lehetünk szemtanúi. És eddig bírtam. Az, már 5v7 van. Mi a túró? Próbáljuk, de ne állj bele! Gyönyörű szépen blokkolták a lövő. Mindegy, úgy se öltem volna meg nagy valószínűséggel. Jaj, emberek, olyan mondom. Nem baj, még mindig tartjuk a D-t. Azt mondja. Jó van. Még van 100 tiketje az ellenfélnek csinálni valami akármicsodát a pályán, de lejeleznem kéne, hogy kicsit unpalansz a dolog, mert... ez fájt. Hát egy picit fájt, megmondom úgy. Na. Jó, akkor egy gránátot, mert gyors ütemben ide akartak jönni. Kedves kollégát megpróbáltak feléleszteni. Úgy, egy megvan. Az megvan a következő is. Jó van. Hát néha igen, kicsit rossz indulatúnak kell lenni, és vissza kell élnünk a helyzettel. Hát most az volt a helyzet, hogy hát kihasználtam a kollégám tetemét, és tudtam, hogy azt fogják lőni, és akkor kifogynak majd a golyóból, és a
mikor tárazni akarnak, akkor meg én oda nyomultam volna, de szerintem már jelzem itt a fiúknak, hogy gyerekek, kicsit úgy unbalansz van. Magyarán ők többen vannak, mint mi. És így azért nem olyan fel a játék, jó, mondjuk mi vezetünk, de hát láttam én már ilyen falon borsót, úgyhogy nem egyszer volt már, hogy ilyen tetemes előnyel mi vezettünk, aztán ezért felhitták a haverokat. Nem volt autobalansz, úgyhogy mit tudom én, ilyen 5-10-ben nyomtuk, és hát sajnos így már nem tud mit csinálni az ember. Azt mondja, ott bujkál. Csodálatos. Na, még lesz itt ellenfél, még lesz itt. Ó, de mögöttem volt. Na, jóval legalább egy ember állt, tehát még mindig ember hátrányban vagyunk, de így legalább már egy kicsit fokkal jobb. Vagy feljött valaki a szerveren. Eddig 5-7 volt, most 6-7 van. Jaj, viszont el is foglalták szépen a pontjainkat. Na, látjátok, erről beszélek, hogyha ilyen hátrányban küzd az ember, akkor hamar tudnak ám fordulni a dolgok. És azért oké, hogy most sok tikettel vezetünk, de hát azért ez nem lesz ez mindig így. Itt vagyunk az A-nál. Egyelőre még nincsen semmi drasztikus változás, de hát elkezdték húzni a D-t, úgyhogy még hogyha be is foglaljuk az át, megint csak egy pontról pontunk van, úgyhogy menni kéne szépen a C-re. Próbálom spotolni az új embereket, de hát az a gát, hogy olyan helyen jönnek, hogy nem látok rájuk. Még tudom, hogy jönnek. Na. Jó, megvan az A. És most bizony menni kéne a C-re. Jobbat nem tudok, az van hozzám a legközelebb. Hello, valaki? Golyó van. Na. Ezt mondja C. Itt is vagyunk szépen. Nem vagyok benne a húzózónában, még nem. Majd most. Ó, és nézzétek a minimapot, rajzanak, mint az állat egyből, úristen. Oké, egy halál. Még megint jönnek. Még egy halál, jó van. Hú, ez egy kicsit sok lesz már. Kicsit rásebeztem valakire. Még egy halál, jó van. És ott a fickó, meg kéne késelni. Ez az. Hol állt a másik? Hát azt megölték, jó van. És elkezdtük húzni a C-t. Hát nem kezdtük el. Pedig már kezdtem volna bejelölni, gyerekek. Azt hittem, hogy itt lenne. Ó, ez az, felélesztettek. Gyorsan belerongyulunk a húzózónába, mert itt ez a... Hát nem hiszem el, hát ezek sose akarnak elfogyni. Hát megint hanyag vagyunk már. 6-7. Ja, igen, erről beszéltem, hogy ez a másik része a dolognak, hogy most már kezdünk egy kicsit többen lenni. És érezhetően nem fogja majd adni a játék. Majd figyeljetek, lesz egy csomó alkalom, amikor lövöm a gyereket, az szizé, és semmi nem lesz lényegében. Úgyhogy ezért is kezdtem el most úgy, hogy gondoltam az elején még nem öltem meg magam így idegileg, és inkább egy kisebb létszámú szerverrel indultam neki. Na, most még úgy, ahogy jó. Ész 23-at azért is szerettem, elég pontosan lehet vele lőni. Mondjuk én amúgy sem vagyok az a kifejezetten pontos csávókat, de csak úgy nagyjából. Hát próbált valaki feléleszteni, csak hát ez egy hiba volt. Semmi probléma, hölgyeim és uraim. Lesz ez még így se. Ó, és elkezdték húzni az át, és már megint csak egy pontunk van. Azt még alá zsoknázták. És ki is nyírtam a gyereket. Ész 23-at, de nem ész 23-mal öltem meg. Saját bombájával öltem meg. Na mindegy, ezt is sikerült kinyírni, jó van. Ó, te hagyan jöztök már, meg honnan ugráltok elő? Hát most komolyan mondom, meg spanoltak egymásra. Rendesen, mint a csapatba dolgoznának össze. Hihetetlen. Na. Azt mondja, 55 tiket, nekünk meg 192 tiket. Ilyenkor revive-olni kell, mint az őrült, mert nem szabad hagyni a társainkat elhullani. Az is egy tiket, úgyhogy minden tiket számít. Én meg most megpróbálok megint jönni hót egyedül a célre, hát még jó lesz. Imádom, mikor mindig egyedülket csinálom egy mission-t. Na pláne így, hogy már bekempelték. Nem lesz egyszerű. Most abban reménykedtetek, hogy hát ha valaki élelmesebb volt nálam és tudott kerülni. Hát baromira nem tudott kerülni, úgyhogy muszáj vagyok én kerüljek. Lehet, hogy most nem a B-re fogok menni, hanem úgy most koncentrálnak nagy erővel az A-ra. Egy embert kirakok itt a B-nél. Nem fogja tudni, hogy én elmegyek innen, csak direkt úgy csinálok, mintha én is kiszállnék, aztán szépen itt hagyom, és akkor most már muszáj lesz behúzni a B-t. Így lehet egy kicsit kényszeríteni a társakat a munkára. És én meg szépen elmegyek akkor a D-re.
Legalábbis megpróbálkozok vele, hogyha nem lőnek le addig. És nem lőttek le, ja, van Isten. Bét elkezdték húzni, hát az áltat befoglalták, ez várható volt. Én megjövök akkor ide, és a reményem szerint nem fogják észrevenni, hogy én itt missionozok, meg már van erősítésem, és úgyhogy szépen megpróbálkozunk itt a művelettel, és ha már van kettő pontunk, már mindjárt jobb, mert akkor már kilek kiszámítanak. És hát, ha akkor elérünk valamit. Micsoda taktika, és látjátok, 280 tikettel vezettünk, és mihelyt egy kis ember előnyhöz jutottak, már is megváltoztak a dolgok. És kinkeservesen faragjuk lefele a maradék tiketteket ahhoz, hogy győzhessünk. Jó, megvan kettő pont. Most már csak gyilkolászunk kell őket, meg bevédeni ezeket. Hát a B az már el is kezdett villogni, de hála énnek voltak olyan élelmesek a többiek, hogy az átrang elkezdték húzni. És már is jön a gyerek, már is jön! Na, egy tikettel kevesen, már csak 47 tiket. Mindig akkor vonódik le a tiket, amikor diplojol az áldozat, vagy rán újra leszületik. Úgyhogy nem kell megretteni semmitől, most itt vagyunk a C-nél. Ó, benyomultunk ide úgy, mint a oroszok. Azt mondja... és hogy lelőttem a fickót, hogy lelőttem, meg fel kéne éleszteni ezt a srácot, hogy nekünk ne peregje le. Ó, blokkoljál, haver, ez az. Mindegy. C-t befoglaljuk. Ehhez nem fér kétség jelenleg. És menni kéne az árasnál. Az a kérdés, hogy hogy fogjuk ezt kivitelezni. Próbálom spotolni az úriembereket, de nem mindig olyan egyszerű. Erre sikerült végezni, jó van. Következő mission. Meg kell hódítanunk az át. Kettő pontunk van, de hát a D az megint elkezdett villogni. Lehet fel kéne másznom, csak az a gáz, hogy pont erre a része nem laktak D, tehát csak az elejére, akkor meg pont eléjük másznom volna, annak meg sok értelme nincsen, meg kapásból előnek. Ez inkább most ilyen agyas része a dolognak. Muszáj vagyok ilyen rendesen ide jönni. Kicsit megkerülöm őket, próbálom felderíteni itt a környéket, tudja, hogy voltak itt pedig. Jó, semmi gond, most már legalább van erősítésem. Ha még egy gyerek fel is jön, akkor hát itt talán még azért elboldogulunk vele. És még 42 tiket van hátra. Aj, piros háromszög jelenj meg. Na. Jó van, megvan az A. Viszont befoglalták a B-t. De nem egyszerű az emberek, de nem egyszerű. Én azt potoltam ott valakit a nagy messzi távolba. Hát az a baj, ez már túlságosan nagy távolsághoz, hogy én innen komolyan sebzést vigyek rá, meg egyáltalán el is találjam. Mert nem szeretek pötyögtetni, ez még az egyik nagy hátrányom, hogy én tényleg nem pötyögtetek, hogy nyomom a mészállás gombot, az kész, vagy meghal vagy nem. Na, jelen esetünkben ez most meghalt. Na, nézzük ott. Na, ő is meg. Hát nem én öltem meg. Á, fene. Nem baj, folyamatosan mindig, mikor lősz, akkor érdemes spotolni is általában. Na, be lesz húzva a C. Dobunk egy meriket. És marad továbbra is a két kontrollpont. Hát elméletileg, hogyha ezt így tudjuk tartani, elméletileg, és akkor simán gyilkolászunk egymást, és nem skillesebb az egyik csapat a másiknál, akkor így is simán nyerni fogjuk a kört, de hát azért húzós lesz a vége, mert már végén nagyon nehezen születnek le. Hajj meg! Na most például tudja, hogy teli belőttem a fejét a gyereknek, és ennek ellenére nem halt meg. Hogy ilyenkor lehet látni, tényleg már egy kicsit nehezebben, nagyon csak kill assist 75, magyarán 75-öt tudtam rásebezni. Hát mennem kell az ára, mert elkezdték húzni, és ezt most meg kell védeni bármi áron. És látom, érzékelték is a többiek a veszélyt, úgyhogy... Azt ez most mi van, látjátok? Megint most full teli belőttem, én kezdtem el előbb lőni. Nem baj, most legalább itt van a haver srác, komoly csak az felsegít. És most három pontunk van, úgyhogy hamarosan vége lesz itt a dolgoknak. Ó, merre vagy? Gyorsan felélesztjük. Figyelem, elterelésnek jó lesz. Ejj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 
Hát megint nem sikerült végezni az illető úriemberrel, de hogy miért nem? Jaj, uraim, uraim, uraim! Semmi gond, még 12% van házban, nagy tragédia már csak nem fog történni. Na, vele végeztünk, akkor már csak 10 tiket.
Egy felé leszik, hogy nekünk ne fogjon a tiketjünk. Na, kelljél föl? Azaz, köszönöm. Jó. De elkezdett villogni, hát akkor én muszáj leszek menni a C-re. Most már nagyon nehezen fognak izé megint leszületni. Oké, okay, 9 tiket. Még itt a domtetőn lesz egy fickó. Igen, láttam felvillanni a háromszöget, igen. Kicsit rárémisztünk, de hát az a baj, hogy ez kevés volt. Jaj, akkor is ide kéne jönni a C-re. Jaj. Hova dobál az gránátot? Mit látott ez? Tényleg látta, hogy ott vannak. Na, biztos spotolta valaki. Nem baj, akkor megyek a B-re, kicsit össze kell őket zavarni. Hozzák meg az erőiket. Már csak 9 tiket van hátra, de mekkora deja vu, hát az előző izé túlavezetésnél is állandóan ezzel szívultam. Ez a Dragon Teethnek ez az egyik jellegzetessége lesz szerintem, hogy valami nehezen akarnak majd véget érni a játékok. Bár mondjuk még egy pálya van hátra, úgyhogy na, most kivételesen rossz helyen helyezkedtem, mögöttem voltak. Nem baj, legalább végeztek az illetővel. Elkezdett villogni a B, szürke a D. Á, a squadot fogok váltani. Megyünk a D-re. Befoglaljuk azt. Meg lesz továbbra is 2 pontunk. Az meg is van. És már csak gyilkolászni kéne, gyilkolászni. Hát megyek a B-re, jobbat most nem tudok. 6 nyomvat tiket, 6 egész nyomvat tiket, és befoglalták az át, most beszürkítették, lehet az úgy be fogják foglalni. Csak az a kérdés, hogy mennyire tudunk gyorsak lenni itt a B-nél. Oké. 5 tiket lesz hátra, hamarosan, hogyha leszületik az illető. Igen, le is született, jó van. Még egy srác? Ó, az a baj, akkor a túlerővel már nem bírok. Nem baj. A versrác megölte, úgyhogy már csak 4 tiket. És nem valószínű, hogy fel fogják tudni támasztani. Fú, micsoda izgalom a tetőfokán, én megjövök a célt. Hát meg itt leáll repülőzni, Istenem! Áh, imádom az ilyen embereket. 3 tiket, próbáljuk meg húzni a célt. Hát, ha sikerül. Azban utálom ezt a kontrollpontot, annyira idegesítő, hogy valami hihetetlen. Tele van ilyen izé fedezékekkel. Viszont úgy vannak megcsinálva ezek a kaibák, hogy a lábad az látszódjon. Vagy hiába pusztelted és azt hiszed, hogy fedezékben vagy, baromira fogják látni, hogy hol bujkálsz, és csak elkezdik lőni a lábadat, és meg is haltál. Egy tiket, csak sikerüljön már beszürkíteni emberek, gyertek már segíteni. És látod, ott mászkál, nézd meg a minimumot, ott van a squadtársam mellettem, az simán elkebben, na, tessék. Nem baj, úgy is vége lesz a körnek hamarosan. Egyetlen nyomvat tiket már nem fog minket megállítani, kérem szépen, hölgyeim és uraim. Hű, jó kis körnek lehettünk szemtanúi. Na nézzük, mikor fogják feladni, menjünk akkor szépen az ára. Ó, rohamozzuk meg egy utolsó nagy roham, muszáj lesz. Most mindenki kell facsarni belőlük. Azt mondja, ott van egy srác. Hajj meg! Egyébként nem hiszem el, halljál már meg! Na végre, sikerült megölni. Ha lediplomolja, akkor nyertünk, ha nem diplomolja, akkor befoglaljuk az át, és akkor is nyertünk. El is kezdtük el behúzni. Hát, ő már nem fog leszületni, kérem szépen. És nyertünk is, de leszületett, hát ott a gyerek volt, jó van. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy végignéztétek a túravezetésünk legújabb epizódját. Remélem tetszett az a kis rövidke fél órás műsor, amivel szolgáltunk ma nektek. Találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!